Az idén már nem várható nagy mértékű beruházás Magyarkanizsa községben, de a megkezdett munkálatokat az év végig befejezik, mondta polgármester. Készülünk a térde és a fűtési szezonnal, úgyhogy az óvoda központi épületét szigeteljük. Tehát voltak olyan jellegű beruházások, amik több millió dinár értékűek, de a legtöbb, az elmúlt 3-4 hónapban a legtöbb beruházás, azok inkább kisebb léptékűek voltak, és azt szolgálták, hogy vagy jól tudjuk elindítani például a nyári idegenforgalmi szezont, vagy azt szolgálták, hogy állagot megőrizzünk. A Magyarkanizsai Idegenforgalmi Iroda a nyári idényben végig a turisták rendelkezésére állt. Folyamatosan jönnek hozzánk a turisták, a gyógyfürdő vendégei, valamint a helyiek is. A helyiek főleg szuvenírek miatt jönnek, emléktárgyak miatt, amiket szívesen oda tudnak ajándékozni olyan embereknek, akik ugye nem kanizsaiak. A turisták szintén szuvenírek miatt érdeklődnek, jönnek, illetve információt szeretnének, vagy szállás tekintetében, vagy pedig programok tekintetében. Azt gondolom, hogy a Tiszapart rendezettsége már önmagában egy hívószó a turisták és a pihenni, illetve fürdőzni vágyók számára. Az idei évben is a kempingünk, mondhatom azt, hogy teltházas volt, mind sátorhelyek, mind pedig lakókocsik szempontjából. Turisták érkeztek belföldről inkább, a környező településekről, de voltak szép számban külföldi látogatóink is. Az idegenforgalmi iroda a szállásfoglalásban és az úti célok kiválasztásában is segít a turistáknak. A látogatók körében igen népszerűek a tiszai hajóutak, mondta az iroda vezetője.